gyulladáscsökkentő, illetve maga az elektronszerkezetet helyreállító antioxidáns hatás. Miért fontosak ezek? Azért fontosak, mert amikor valamilyen mikroorganizmus, valamilyen patogén megtámadja a szervezetet és gyengíti az immunrendszert, akkor nagyon fontos, hogy azok a vitaminok, azok az enzimek, azok a termelésben, energiatermelésben résztvevő fontos molekuláknak a szerkezete intakt maradjon, ami az immunvédekezésben elsődleges fontosságú. Mivel a szervezetünkben folyamatosan termelődik a normál anyagcserék mellett is olyan oxidatív stresszt és kémiai szerkezetmódosítást okozó hatás, amelyik gyengíti ezeknek a molekuláknak a szerkezetét, és ezáltal magát ennek a szerkezetnek a gyengülése során magának ennek a hatóanyagnak vagy molekulának az aktivitását, tehát például egy C-vitamint adott esetben, hogy ezt meg tudjuk őrizni, ezért szükségünk van az antioxidánsokra, akik ezt az elektronos szerkezetet helyre tudják állítani. Ilyenek például a növényi flavonoidoknak egy része, és ezekből az antioxidáns molekulákból 46 féle van a moringa levél őrleményében.